bennem nem volt soha egy erős kép a csodaszarvas legendájáról. Persze ismertem a történetet, de nem volt egy ilyen kidolgozott sztori a fejemben. És igazából az egész akkor került helyre, amikor tavaly nyáron elutaztam Mongóliába. És ott szembesültem azzal, hogy a mongolok számára is van egy ilyen alaptörténet, amiben szerepel a szarvas, de ezen túl vannak egészen más, sokkal szűkebb rokonszálak is, mint például szavak. Amikor az ember mondjuk a sivatag közepén áll, és mondjuk egy mongol pásztor azt mondja, hogy szív, vagy azt mondja, hogy bátor, vagy sárga, vagy oroszlán, és ezek az alapszavak ugyanazok. És akkor egy összeáll egy ilyen kép, hogy lehet, hogy a magyarok tényleg innen érkeztek. És erről vannak ugye ilyen teóriák, meg tézisek, de valahogy ez bennünk nem él ennyire erősen, mint ahogy bennük. Mert amikor mi kimondjuk Mongóliában, hogy mi magyarok vagyunk, akkor ők azzal válaszolnak, hogy ja, ti testvérek vagytok. És akkor valahogy ez egy ilyen folyamatosságban kialakult bennem, hogy amikor felkértek erre a munkára, hogy megrendezzem a FINA-nak az áruesemét, hogy a csodaszarvas legendáját dolgozzuk fel. Ennek tényleg az ősi lenyomatát, hogy hogy jelenik meg a földnek az energiája, ami nyilván az erdő, hogyan jelenik meg a víznek az energiája, hogyan jelenik meg a levegő energiája, hogyan köti ezt össze a szarvas akár mint egy tűz, kép, és aztán nyilván a show az tovább megy majd Dél-Korea fele, ami viszont egy érdekes kapcsolódás, hiszen maga ez a keletről érkeztünk, és keletre jövünk vissza, egy ilyen 8-as formát ír le, ami a végtelen, és ezzel a gondolattal én amúgy is nagyon szeretek játszani. Elég volt, nézem az artistákat, táncosokat és ezt az egész társulatot, összekovácsolt társulatot, hogy egy szívvel dolgoznak egy energiával. I think we've created something really magical here. You know, this combination of dance and circus and some Hungarian mythology. Yeah, and when you see it all come together with the stage and the costumes and the amazing virtuosic physical skills, yeah, it's really really strong. Coming from Australia. Long way. I definitely think it's nice. I'm only concerned about people's stamina. 18 országot számoltunk össze. Üzbegisztán, Kazasztán, Ukrajna, Franciaország, Amerika, Németország, Argentina, Brazília, Finnország. Ha kiegészítjük a műszakkal a castot, akkor szerintem közel, hát lehet, hogy 500 ember dolgozik a produkción. Nekem az eddigi pályafutásom során ez a legnagyobb produkció, amiben részt vehetek, mint szereplő, és mint koreográfus alkotó, és egyrészt ez nagyon nagy megtiszteltetés, másrészt nagyon nagy kihívás volt ez számomra. Persze fantasztikus dolog ilyen nagy ecsetvonásokkal festeni. Ez a darab, ami most megszületett, ez egy történelemírás. Én úgy érzem, hogy most nem csak egy új cirkusz darab született Budapesten, hanem egy műfaj megújító előadás született. Olyan, mint hogyha egy cirkusz balettet csináltunk volna, ilyet nem csináltak még. Cirque dance, úgy neveztük el franciául. Az új cirkusz semmi más, mint színház. Az új cirkusz a cirkusznak a kibontakoztatása egy színházi forma nyelven. És ez a mágia teljesen áthat az itt lévő külföldi artistákra. Azt mondták, hogy soha nem tapasztaltak meg ilyet, hogy érezzék a tánc, a színház és a cirkusznak egy ilyen együttállását, érzik a műfajnak az újdonságát. Mivel az új cirkusz egy teljesen új irányzatot vett fel, igazából nem voltak meglepődve már az artisták, hogy táncos mozdulatokat is meg kell tanulniuk, vagy esetleg táncosokkal kell együtt dolgozniuk. Hosszú, fáradalmas próba folyamat volt. Az elején azt gondoltam tényleg, hogy ó, ez 3 hét alatt megvan. Nem. Nem. Ez ennél sokkal bonyolultabb és nehezebb feladat volt.
A táncosoknál is nagyon sok helyről érkeztünk, van, aki hip-hop táncos, van, aki kortárs táncos, van, aki balett háttérrel rendelkezik, van, aki kontakt improvizációban van jobban otthon, és ez is egy olyan gazdag emberanyag, ami rengeteg eszközt ad a koreográfus kezébe. Nem 50 embert mozgat itt a koreográfus, hanem 50 olyan individuumot, akik technikában is eltérnek egymástól. Mindenkin az akarást látom, és azt, hogy ők is aktívan részesei akarnak ennek lenni, hogy együtt alkossunk valami jót. A vadászkép, ugye megérkezni egy olyan erdőbe, ami elvarázsolt, egy olyan erdő, amiben benne van az ima, a ritus, benne van a könyörgés, megidézik, megjelenítik a szarvast, míg szétnyílik az erdő és megérkezik. 14 darab kínai rúdunk van, minden mellett van 8 darab pole dancerünk, és 16 darab táncosunk. Három különböző zsáner, ami eddig soha nem dolgozott együtt, és ez mindenkinek nagyon-nagyon nehéz kihívás volt. Egy háló rendszer, ami nők állnak, azt jeleníti meg, ahogy jöttek át a hegyeken. I think the choreography was a little bit challenging for everyone, but for some people it was definitely much more challenging if they come from a background where they're used to simply presenting their skills. Bringing that sort of solo style, which is usually more about sort of movement and choreography with individual skills emerging from the choreography, and trying to adapt that to a large group of people, it was a great challenge. It was a challenge, but I think the result is really good. Közben ott van a szarvas, és a szarvasmozgatók, nekik külön koreográfiát csinálni, hogy lereagálják a dolgokat, rátámadunk a szarvasra, hogy most lapulunk, hogy most mindjárt megtámadjuk, de azt ő is érzi. Szóval, hogy az energiát és az érzést is átadni egy ilyen gépezettel plusz a szereplőkkel, azért kemény dió volt. Könnyebb volt úgy hozzányúlni a csodaszarvas legendához, hogy tulajdonképpen szabadjára engedtük a fantáziánkat, és megpróbáltunk egy olyan szarvas létrehozni, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak az álmaiban megjelenhetett. Háromsíkú, többdimenziós lény lenne, ami az abstrakcióból jön, vagy oda megy. Bencével az elejétől fogva egy közös, szimbolikus nyelven beszélünk, és itt a három sík, a fizikai, az asztrál és a mentál síkokat próbáltuk egyesíteni, tehát mint mindannyiunkban van. Tehát a vas, a sejmek és a fények. Tehát ez a három volt a kiinduló pont. Egy egész hatalmas táv, szerintem majdnem közel 30 ember dolgozott kizárólag a szarvasnak a formáján, a mozgásán. Ennek a mechanikai része az egy pokol, tehát itt több száz méternyi elektronikus kábel megy rajta keresztül, a szélgép, komputerek, kamerák vezérlik a szarvast, van benne egy vezető ember, aki magát a szarvasnak a haladását viszi, és mellette ott van persze táncosok és bábművészek, akik animálják a szarvasnak a legkecsesebb mozgását is. Megközelítőleg tervezéssel, fejlesztéssel együtt egy olyan 3 hónapos időszak kellett rendelkezésre. A feladat az volt, hogy egy mozgó műalkotást, egy szobrot meg kellett mozgatnunk, élővé kellett tennünk. Ez az első impulzus, hogy a szarvas megérkezik a vízhez, az mint egy csepp eső, ami akár belehullik egy tóba, az megrezdül, a hullámai elindulnak, és ezek a hullámok egyre magasabbra és magasabbra csapnak, és mindig, amikor ez a végtelen 8-as forma, ami benne van a koreográfiában, hogy ide oda-vissza hullámzik a víz, mindig újabb és újabb cirkuszművészeket csap ki magából. Én azt érzem, hogy ez egy olyan csapat, általánosan táncosok és artisták itt úgy találkoztak, hogy mindenki szeretne a másiktól tanulni, és egy nagyon jó csoportdinamika jött össze. Az összes kép nagyon sok többlet tartalommal bír és rendelkezik. Ezt az egészet mozgatjuk nagyjából, olyan, mintha egy nagyobb személyautót emelnénk a levegőbe. És mindezt 1 milliméteres pontossággal, bármelyiket, bármilyen irányba. Vladár Tamás, technikai igazgató a Recirquel társulatnak, mert egy hatalmasat álmodni, és azt mondta, hogy ő képes egy olyan motorikus rendszert fejlesztetni, ami gyakorlatilag 13 motorral, különböző sebességekben, különböző finomsággal reptet artistákat
apró gomnyomásokra. Ez egy olyan rendszer, ami szerintem nagyon kevés országban van csak a világon, aztán Kínában, Montrealban és Las Vegasban fellelhető. Tényleg egyedülálló az, hogy 13 motoron 23 darab artista egyszerre a levegőben van, és ez zseniális, és ma csak ha nézem, már az a katarzis, ha nézem, csak a gurtnikat, nem úgy még dolgoznak rajta az emberek. Van egy levegős párosunk, akik egy nagyon kiemelkedő dolgot csinálnak, ők a fogukon lógnak, ezt cangi-nak hívják magyarul. Ez egy olyan technika, ahol egy bőrdarabra harapnak rá, és hát gyakorlatilag a teljes testsúlyukkal elengedik a gurtnit, és ezen lógnak. Ezt, ahogy ők csinálják, ezt senki más nem tudja a világon, csak ők. Most nyerték el a Monte Carlo-i fesztiválnak az aranybohóc díját. Már hagyomány, hogy a doknányi zenekar húzza alánk. Velük dolgoztunk, ami fantasztikus élmény, hiszen szerintem ezt a dolgot ők tudják a legjobban, minimum az országban, de nem tudom, hogy máshol, hogy nagyon-nagyon profin csinálják. Volt egy 50 tagú kórusunk, hogyha összeszámolom, ez legalább részünkről is 150 embert jelent. És amikor ez így egyszerre megszólal, hát az akkor megszólal. Világzene és a magyar zene keveréke valahol. Egy népdalgyűjtő ismerősömmel elkezdtünk népdalt gyűjteni, és összegyűjtöttünk több tíz népdalt, mi szétválogattunk, és a végére összeraktunk több szövegből egy dallamra egy darab. Hát igazából ez már nem is népdal, mert népdal darabokból összeírt dal, ahogy indul is a darab. Mert tudták, hogy itthon vagyok. Szerencsére az nekünk a Bencével eszméletlen, mondhatni már szemtelen módon működik, hogy ő mond valamit, és én meg írok valamit, és stimmel. Hívott, hogy akkor be kéne szállni, és elmesélte ezt a másfél órát, és akkor a fecske témája ugrott ki. A vihar előtt a magyar alföldön egy jellegzetes kép, hogy a fecskék elkezdenek nagyon alacsonyan cikázni. A Madács tánciskolának a gyerek karával keltettük életre ezt a nagyon jól ismerhető képet, hogy a fecskék megtermékenyítik gyakorlatilag a száraz földet. A fecskék azt a gondolatiságot pontották ki, hogy hogyan lehet megmutatni a vizet, anélkül, hogy vizet mutatnánk. Az egy nagy pillanat, amikor egy olyan előadáshoz kell látványt tervezni, ami több, mint színház, egyben színház, cirkusz, tánc, balett. És ez egy komplex műfajjá alakult, és tulajdonképpen összetettebb a kihívás, mert több műfajnak kell megfelelni látvány szempontjából. Múzeumokat jártunk, könyvtárakat bújtunk, és megnéztük ennek az ős történetnek a felelhető bizonyítékait, és szomorúan tapasztaltuk, hogy nagyon kevés az a kézzelfogható bizonyíték, illetve lelet, amiből mi tudunk majd dolgozni. Úgyhogy tulajdonképpen megerősödtünk abban, hogy a legbiztosabb megoldás az, hogyha tényleg a fantáziánkra hagyatkozunk. Nagyon-nagyon sokat néztem, az ilyen régi, ilyen tradicionális viseleteket is, és hát az mindenképpen inspiráló volt számomra, illetve az is, hogy ugye a mongol régióból származunk, úgyhogy igazából ezt ötvöztem össze. Itt az életükkel játszanak, tehát hogy így nagyon nem mindegy, hogy mozdul az a ruha, azt is figyelembe kell venni, hogy őket kiszolgálja. Boldogsággal tölt el minden nap, hogy ide bejöhetek, és szerintem életem első olyan próba folyamata volt, ami az egy hónap,
az így körülbelül egy hétnek tűnik. Tehát, hogy ennyire gyorsan még soha nem telt el számomra próba folyamat. Érdekes, hogy ilyen egy Facebook posztját olvastam az egyik artistának tegnap este, ami nagyon megható volt, mert azt írta, hogy ez olyan, mint hogy egy álomba lenne ezzel a nyári produkcióval, olyan, mint hogy egy álomba lebegne, és hogy nagyon-nagyon nem szeretné, hogy ez az álom véget érjen. És ez egy olyan visszaigazolás, ami nagyon jól esik egy rendezőnek, azt hiszem. Én azt gondolom, hogy az új cirkusz szempontjából ez egy hatalmas lépés, mert azért egy ország fogja nézni, hogy gyakorlatilag mi történik, mi történt, és az új cirkusz kilép a poront közepére, és azt mondja magáról, hogy itt vagyok, mert rengeteg ember szerintem nem találkozott még Magyarországon az új cirkusszal, és ez egy nagyon jó és bátor vállalás a Művészetek Palotája részéről is, hogy egy ilyen új cirkusz showval, egy új cirkusz táncprodukcióval búcsúzunk a FINA-tól. Szerintem ez nagyon jól és nagyon szépen szimbolizálja azt, hogy valójában mi az értéke ennek az országnak. Mert szerintem az igazi értéke az pont az, hogy az emberekben van egy elképesztő kreativitás. Dél-Koreának adjuk át a stafétabotot, és az előadás is egy koreai képpel záródik. Egy koreai énekesnő, aki az Arirang című dalt énekeli. Ez egy olyan dal, ami tulajdonképpen összeköti Észak-Koreát és Dél-Koreát lélekben, az emberek lelkét. És ez egy nagyon szép üzenet is a világnak ezzel zárni a FINA-t. Ez egy olyan, mint egy nagyon jó nyaralás, aminek egyszer csak így vége szakad, és az ember nem akar, hogy véget érjen, de közben meg valahogy mindenki úgy érzem, hogy kapott valamit, és valamivel tovább megyünk. A darabnak az íve az a végtelen 8-as, és szerintem minden darabnak megvan a maga eszenciája, és itt ez az eszencia, ez a 8, az a végtelen, ez valahogy ezt kódolta, és szerintem mindenki benne picit ennek a végtelennek a gondolatát ülteti el, tehát ezek ilyen végtelen barátságok alakulnak, nyilván nem mindenkivel, de új utakat nyitnak, minden dolog egy új dolgot nyit meg, és ezt majd figyelni fogunk, hogy melyik ajtó menjünk be. Nem nagyon szeretném, hogy ennek vége legyen.